Február hónap minden évben vízválasztó a középiskolák 12. osztályos diákjainak, hiszen hosszas tájékozódás és mérlegelés után meg kell jelölniük azokat a felsőoktatási intézményeket és képzéseket, amelyek egyikén folytatni kívánják tanulmányaikat. Természetesen a fontos döntés előtt több lehetőség adódik a diákok számára, hogy megbizonyosodjanak róla, nem vesznek zsákba macskát az adott szakirányjal. Igyekszünk minden évben megteremteni annak a lehetőségét, hogy biztosan jól válasszon mindenki, és tulajdonképpen ez nem 12. évfolyamon kezdődik, hanem sokkal előbb, hiszen már van olyan 10. osztályunk, de legfőképpen a 11-esek, akik először elmennek az edukáció kiállításra. Utána lehetőségük van az egyetemeken, főiskolákon részt venni a nyílt napokon, és ebben az évben is megrendeztük a saját pályorientációs napunkat, ahol nagyon sok egyetemet, főiskolát láttunk vendégül. Az első lépést február 17-én éjfélig kell megtenniük a tanulóknak a sikeres felvételi felé, majd 22-éig hitelesíteni a jelentkezést, amely az elmúlt évekhez hasonlóan az interneten keresztül az e-felvételi rendszerben zajlik. Az egyetemek és főiskolák rengeteg képzési lehetőséget kínálnak a fiataloknak, ami a végzős évfolyam továbbtanulási terveiből is tükröződik. Az idén 77 végzősünk van 3 osztályban, és valóban nagyon sokszínű a jelentkezési szakirány. Ezt gondolom abból is adódik, hogy ugye van egy 6 évfolyamos képzésünk, ahol matematikát és biológiát tanulnak emelt szinten. Van egy nyelvi képzésünk, ahol angolt és németet, és van egy általános tantervű gimnáziumi képzésünk. És én azt gondolom, hogy minden gimnáziumot elvégző megtalálja a lehetőséget. Gondolok itt arra, hogy most körülbelül 22-en jelölnek mérnöki pályát. Ebben van villamosmérnöktől, informatikustól, agrármérnöktől, vidékfejlesztési mérnöktől, logisztikán keresztül nagyon sok minden. Nagyon népszerű az orvosképzés, 6-an vagy 7-en választják, de most én magam részéről nagyon örülök annak, hogy lesz 6 pedagógusunk, 3 tanár, 3 óvodapedagógus, de gyógytornász, védőnő, fejlesztő, építészmérnök, tehát tényleg nagyon sokféle, de azt azért el kell, hogy mondjam, hogy a végzőseink mindegyike továbbtanulásban gondolkodik, de nem mindenki felsőoktatásban. A jelen állás szerint 9-en vannak, akik érettségire épülő szakképzést választanak, közöttük van fodrász, kozmetikus, színész, vállalkozás és bérügyintéző. Tehát én tényleg úgy vélem, hogy mindenki megtalálja a lehetőséget. A diákokat rengeteg inger éri ebben az időszakban, választásaik igazolják is a már említett sokszínűséget. A Debrecen Egyetem Bölcsészettudományi Karán a tanár magyar és történelem tanár szakát választottam. Igazából nem volt nehéz a döntés, mert gyerekkorom óta vonzott ez a terület, és így maradtam is ennél, és a tanáraim is segítettek benne, és igazából a családban is van tanár, és így könnyű volt a döntés. A gazdaság és menedzsment szakot választottam. A döntésemben az befolyásolt, hogy az edukáción, akikkel beszélgettem, főképp ilyen gazdasági ténem mozogtak. Barátom is oda szeretett volna menni, és igazából ő mutatta meg nekem ezt a szakiránynak a lehetőségeit, hogy mikre jelenik benne. És hogyha későbbiekben lehetséges, akkor szeretném majd egy vállalkozást is elindítani. Ki több, ki kevesebb gondolkodás után hozta meg döntését, a pedagógusok, családtagok véleménye fontos tényező volt. Hasznos továbbá, ha a végzősök tájékozódásuk során az ismerősi körben hasonló területen dolgozó, tanuló véleményét ki tudják kérni. Én a gyógyszerész szakot választottam, és azért választottam ezt, mert ez érdekelt igazából a legjobban. Sokat számított a szaktanáraimnak a véleménye, illetve azoké, akiket ismerek, hogy ebben a szakmában dolgoznak. Ezek mellett természetesen a család is nagy befolyása volt arra, hogy emellett döntöttem. A Debreceni Egyetemen a mérnök informatikust választottam, viszont másodiknak a germanisztikát is beírtam, és nagyon nehéz volt a döntés, mivel nagyon bizonytalan voltam igazából végig a gimnáziumban, és sokan voltak, akik hozzám hasonlóan nem tudták eldönteni. Végül a szüleim és a családom és a barátaim ma, hogy sokat beszélgettem, és ők segítettek a döntésben, és végül egyedül döntöttem el igazából, hogy melyiket szeretném beírni. Abban minden jelentkező bízhat, hogy az évek alatt kapott tudás biztos alapot jelent a későbbiekben,
hiszen a visszajelzések azt mutatják, a gimnáziumból elballagott diákok magabiztosan helyt állnak a felsőoktatásban is. Most ugye már vége van az első fél évnek, és most találkoztunk a volt diákjainkkal, meg visszajönnek az iskolába, és nem csak rendezvényekre néznek be hozzánk, és azt mondhatom, hogy mindannyian sikeresen túl vannak a fél éven, nagyon jó eredményeik vannak, és az külön öröm számunkra, hogy nem járnak semmiféle felkészítő, felzárkóztató órára, hanem ott vannak, ahol kell lenniük. A jelentkezés benyújtása után a fókusz ideiglenesen visszakerül az iskolai teendőkre, lassan ugyanis célegyenesbe érkezik az érettségire való felkészülés, amely sorsdöntő szerepet játszik a felvételi sikerességében.